Ugye az ő elbeszélése, aminek ez a címe, hogy egy nyári élményem, ez minden idők leghosszabb Hévíz közlése egyébként. A második leghosszabb, az pedig ennek a számnak a harmadik harmadában lévő Nádas Péter interjú, úgyhogy egyszerre két rekord dőlt meg. És ez az anyag az, ami a címlapra kikerült. Ez egy elég hosszú elbeszélés, azért neki kell ülni rendesen. Gondolom, ha az ember meg akarja írni, akkor is, nem csak hogyha elolvassa. Viszont, hogyha kérhetném egy kicsit ugyanezt a történetet egy másik műfajban, hogyha mint anekdota elmesélnéd nekünk, mert hogy tökéletesen alkalmas rá. És felolvasásra azért alkalmatlan, mert a történet sok kicsi összefüggésből áll. Nagyon ilyen fogaskerekek illeszkednek össze, és hogyha csak egy részt olvasok föl, akkor olyan hülyén hangzik. Úgyhogy megpróbálom összefoglalni élő szóban. Ha már a beszélgetéseknek az a címe, hogy egy nyári élményem, szeretném elmondani ezt az egész nyári élményemet. Megpróbálom lerövidítve és pontosan elmondani. Ez valóban megtörtént. 1963 nyarán történt meg. Én akkor pápai kollégista voltam, és már a kollégiumból nehezen engedtek el a nevelőtanárok, azzal, hogy tudták, hogy én nem a szülői házba megyek vissza, hanem életem első olyan nyara lesz, amit családi felügyelet nélkül fogok tölteni, és biztos csinálok valami hülyeséget, mondták. Maradjak inkább pápán a kollégiumban, adnak egy kulcsot. És ezzel a figyelmeztetéssel indultam el, és az első dolgom az volt, hogy Pestre mentem, a nagyapámtól kaptam 300 forintot, ami abban az időben egy nagyon nagy pénz volt, 500-at akartam, de a nagyanyám azt mondta, hogy nem adhat annyit, mert 300-at adott, és akkor kimentem autostoppal az Osztyapenko szoborhoz stoppolni, és mert tudtam, hogy úgy mennek le a fejek nyáron. A fejek voltak azok a fiatal csavargók, akik nálam 3-4 évvel idősebbek voltak, és azokhoz szerettem volna hasonlítani. És kint stoppoltam, de már stoppolás közben sorban álltak a fejek, beálltam a sor végére, jöttek újak, elvitték az elejét, és így tovább. Akkoriban volt a magyar történelemben a legtöbb autó az országúton, mert akkoriban kezdtek autót vásárolni az emberek, és nagyon és szívesen megálltak, hogy dicsekedjenek a szegény stopposoknak az autójukkal. Tehát egész más világ volt, és színesebbek lettek a ruhák, szóval nagyon érdekes volt a világ, viszont a rendőrség régi volt, és nekem megmondták a stoppos társaim, hogy nagyon vigyázzak, mert ezen a nyáron egy új rendőrségi kampány van, mivel 56-ban az 56 utáni megtorlások idején a rendőrség mondott, kitombolta magát, mindenkit lecsuktak, kivégeztek, akit lehet, és most már üres járat van, új programok kellenek, és most a fejek a célpont. És nagyon kell vigyázni, és egy nagyon érdekes szófejtés volt, egy jószerű, szóval azt nem is írtam bele teljes ízébe, úgyhogy jobb, ha elmondom, hogy az egyik fej azt mondta nekem, stoppolás autóra várva, várakozás közben, azt mondja, az idei nyári rendőrségi kampánynak az a lényege, hogy a rendőrök egy bizonyos huligán találkozóra ról érdeklődnek. És egy bizonyos huligán találkozót akarnak földeríteni, és a fejeket, ez azért terjesztik a fejek között ezt, és azért igazoltatnak ennek a nevében, mert ők találták ki ezt a szót, ezt a kifejezést, hogy huligán találkozó, és ezt azonnal lehet ismerni, hogy ez egy oroszról lefordított kifejezés, mivel a huligán az egy orosz guligán, és a találkozó az pedig a VIT, világifjúsági találkozó. Tehát ez egy ilyen rendőrségi lelemény, és akkor kérdeztem tőle, hogy mi mit mondanánk. Hát tényleg akkor a fejek mit mondanának, hogyha lehetne egy ilyen bulit csinálni? És azt mondja, mi ilyen jobb szót találnánk? Például az, hogy fesztivál. És a napokban jutott eszembe, hogy mi voltunk a fesztivál nemzedéknek, a mostani fesztivál nemzedéknek az elődjei. Tehát egyenesen vezetett az utonnan 30 éven keresztül. És akkor leérkeztem Balatonfüredre,
és Balatonfüreden azt hallottam, életemben először voltam a Balaton, és Balatonfüreden azt hallottam a sétányon egy fejtől, rögtön fölismertük egymást, hogy jöttünk egymásra szembe, nekem volt egy ezüst láncak a csuklomon, és azt tartottam így, abból ismertek föl a fejek, hogy én is fej vagyok, meg egy kisfiúnak tűntem, és de ő rajtuk minden látszott, mindennel látszott, a fejek azok, ez a, úgy vágyottak közéjük, mint a kutya. És akkor kiderült, hogy a fejek este a vitorlásba járnak táncolni, leszólítottam egy lányt a sétányon, ott, ahol a véget ér a molónál, és kiderült, hogy füredi csaj, és ez a füredi csaj, ez nem tud éjszakára szállást, de a szülei otthon vannak, de megvarná a nadrágomat, mert el volt itt szakadva. És akkor elmentük a szülei, az anya, édesanyja pedagógus volt, pedagógus volt a gimnáziumban, füredi gimnáziumban, a lány meg vívni járt, és fürdőhelyi lány volt, és hát tudtam, hogy nálam tapasztaltak. Ő meg azt mondta, hogy én vagyok tapasztaltam, mert mondtam, hogy pesti vagyok. És akkor mondtam neki, hogy akkor levelezzünk, mert tudtam, hogy vidéki csajoknak ez kell. És a levelezni nagyon szeretnek. És akkor megadta az atlétizet. És akkor a szoba el volt sötétítve, mert nagy hőség volt, és ott a varrógépnél levettem a nadrágomat, szerencsére fürdőnadrágot alatta, és akkor megvarta, és akkor azt gondoltam, hogy amikor, hát mint Julien Sorel, hogy amint izé megvarja, nekem le kell smárolni. És akkor megvarta, fölállt, és azt mondta, itt van a gátyót, emlékszem, és akkor megcsókoltam, de nem nyelvesen, ő pedig viszonozta, de szintén nem nyelvesen, óvatosak voltunk, és akkor utána azt mondta, hogy ugye vigyázni fogsz rám. Most mit akart ezzel mondani? Elkezdtem golyózni ezen, pedig szóltak a fejek, hogy ne golyózz, te mindig golyózol, ne golyózz, mert azok golyóznak, akik nem szeretik magukat, de ha szereted a csajokat, szeretem a csajokat, ha szereted a csajokat, akkor ne golyózz, mert a csajok nem bírják azt, akik golyóznak sokat, mert azok nem szeretik, a csajok azokat szeretik, akik önmagukat szeretik. Ezen aztán lehetett gondolni, de elsősorban azon gondolkoztam, hogy hogy érti, hogy vigyázzak rá, ne ejtsem teherbe, vagy valakivel jár, és akkor ezen hosszan gondoltam, és akkor mondtam, hogy nekem át kell mennem Almádiba, mert hallottam itt Füreden, hogy a fejek Almádiba vannak. Átmentem Almádiba, és ott kezdődött az én kálváriám, mert kiderült, hogy a fejek azok éppen Füredre mentek, elkerültek egyébként. Jó, akkor visszamegyek Füredre, és akkor bejártam egy háromszöget, úgyhogy Almádiban aludtam éjjel, utána elmentem Veszprémbe, és úgy vissza Füredre Zsuzsához. De ez azért volt ez a háromszög, mert egy fiút leszólítottam, aki nekem gyanús volt, hogy igazából nem fej, látszott rajta, hanem 20 éves lett, bazedovos szemű. Ezért is, mikor bemutatkoztam neki, hogy mit tudom én csimasz vagyok, vagy valamilyen fejnevet nyomtam, akkor ő azt mondta, hogy ő Jocó. Hát a Jocó az ugye gépállomás vezető. Jocó. És hát láttam, hogy nem fej, és ki is derült, hogy jogász, első éves jogász, vagy valami ilyesmi. És azt mondta, hogy ad szállást, és valami fészerben ott egy ágyat adott, és mondta, hogy ő másnap megy Veszprémbe, és hogy tulajdonképpen észrevett, hogy az Almádi strandnak a büféje mellé ki vannak, éjszakára kint hagyják az üres bambis üvegeket, a visszaváltatlan bambis üvegeket ládákban. Abból kéne párat elhoznunk sportszatyorba, elmegyünk Veszprémbe, visszaváltjuk a különböző boltokban, hogy ne legyen feltűnő négyesével, ötösével, négy sportszatyorra elmegyünk, és akkor megosztozunk a pénzen, hogy Veszprémben maradnak dolga van, én mehetek vissza Füredre, hova akarok menni stoppa. Jó. Mentünk. Nekem csak az volt a gyanús, hogy ott voltak valóban a ládák, a strand üres volt, éjjel volt, és betettük négy sportszatyorba a bambis üvegeket, és a srác teljesen szükségtelenül fölvett egy követ, és mintha dühös volna, egy alakatot elkezdte verni. Rászóltam, hogy ne zajongjon, abba hagyta, mentünk, aludtunk, hajnalba fölkeltünk, autostoppal elmentünk Veszprémbe, visszaváltottuk az üveget, és mind a ketten nagyon elégedettek voltunk egymással, jóban elváltunk, feleztük a pénzt,
aztán 20 forint jutott neki, 20 forint nekem volt, 320 forintot, teljesen szükségtelen. Csak én akartam neki segíteni. Ő elment a veszprémi dolgát intézni, visszamentem Füredre. Találkoztam Zsuzsával, megbeszéljük, hogy este a vitorlásba leszünk, a fejek is odajönnek, és akkor éjszaka majd eljövünk a vitorlásba. Elmentünk a vitorlásba, ott volt az összes fej, Pestről, Szegedről jöttek még sokan, csupa fej, és mindenkinek szóval ilyen nevek voltak, mint Mózes, Pinokkió, szóval ezek nagyon komoly emberek voltak. A Pinokkió például minden hídról leugrott, mert műugró volt, és Magyarországon nem ott olyan híd, ahova nem ugrott volna le még. Például az Erzsébet, minden hídról. És Almádiban is a hintával kiugrott 10 méterre, így kilendült, és 10 méter autóban mindenkit leelőzött. Ez volt Pinokkió, a legnagyobb fej volt. És este a vitorlásban voltunk, és ott összetolt asztaloknál, a tánc körül, ott volt az összes fej, sorra érkeztek, stoppal, Pestről, Szegedről, minden, így sorba ültünk, voltunk. A végén maradtunk, vagy 25-en. Egy csomó fejet elvittek ilyen úri lányok, akik jöttek Rillákból, hogy nem nincsenek ott a szüle, és elvitték a leghíresebb fejeket magukkal éjszakára. Tehát egy ilyen bordély jellege is volt a dolognak. És akkor kijöttünk, és akkor tudtuk a Zsuzsával, hogy én hazakísérem, és valami lesz akkor a kertjükben, vagy valahol, mert meleg éjszaka volt, és ez éjfél tájban volt. És egyszer csak a bokrok közül előjött, nem, mi lehetünk kb. 20-an akkor, előjött 15 rendőr legalább, de körbe és begyakorlott egy hadmozdulat szerűen, sőt két farkas kutya prórázat is volt velük, és ezek rendőrök voltak, kiderült később a füredi rendőrkapitányságra nyáron oda vezényelték a rendőröket a különböző Veszprém megyei kisvárosokból, településekről erősítésnek, mert a huligán találkozó, ugye szóval a huligánok voltak akkor a soron, azon a nyáron. És akkor körülvettek minket egy civil ruhás fiatal férfi, aki úgy nézett ki, mint egy tornatanár, az volt a főnök. Mint kiderült, szakács főhadnagynak hívták, és nyárra vezényelték Pestről oda a rendőr, főrendőrnek Füredre. És ő állította be ezt az egészet, nyilván látszott, és ott beosztotta a rendőröket, és mentünk a rendőrkapitányságra. Mindenkitől elkérte a személyigazolványt, magánál tartott. És a Zsuzsának azt mondta, hogy menjen haza. Maga füredi lány, látom, menjen haza. De akkor ez a fiú is hadd jön. Nem, ő marad, a többi huligánnal menjen haza. A családhoz. És akkor a Zsuzsa mondta, hogy akkor majd kopogjon be az ablakán, ha elengedtek. Minket bevisznek most a kapitányságra, és igazoltak. Bementünk a kapitányságra, ahol a szakásfőnök bement a szobába a rengeteg személyével, és egyenként szólították be egy rendőr az embereket a nevük alapján, és azok sorra küldtek, és mondták, hogy nem akarnak semmit. Visszadták a szemét, megkérdezték, hol voltam a nyáron a Balaton körül, és elengedte. És erre mondja mellettem az egyik fej, egy nagyon komoly fej, hogy ezek egy emberre mennek. Ezt szokták csinálni, hogy beviszik az egész társaságot, mert egyet ízét, és akkor az egy, és arról lehet fölismerni, hogy kire mennek, ki miatt van az egész, hogy az marad utoljára. Jó. És akkor őt is beírták mindenki, és én maradtam utoljára. Nem értettem az egészet, azt gondoltam, hogy azért csinálja, mert tetszett a csajom a Zsuzsa, a rendőrnek, és azért hívott, csak is azért. Bemegyek, és a rendőr azt mondja nekem, hogy nézze Géza, csak annyit mondok magának, hogy Bambi süveg műterül eszik. Akkor nyilván képtelenségnek tartom, hogy pár órával azelőtt történt ez a strandi eset, meg úgy is olyan jelentéktelen, hogy merre volt maga nyáron? Itt, ott, valami össze-vissza beszéltem. És ez a Almádiban nem volt? Igen, Almádiban is voltam, tettem egy kört arra. Igen, én egy lány miatt voltam ott egy citúr. És azt mondja, hogy Veszprémben, mondja, ez tudja, hogy merre jártam. De nem figyelt senki, szóval lehetetlen volt. Na. És erre azt mondja, hogy nagyon figyeljen ide. Valaki elvitte a Bambi süveget, a Almádi
Sandro. Nem mindent, mert csak négy sportszatyor. És ketten voltak maguk. Maga Géza, meg a izé. Honnan láttam. És azt mondja, hogy hogy hívják azt az embert? Mondom, nem tudom. Igen, voltam. Jó, bevallottam, hogy mi. Szóval, na jó, figyeljen itt, írja meg a vallomását. Én nem éhes, de éhes vagyok. Jó, kimegyek. Kiment. Ja, és a pápai rendőr, szólított be minket, és mikor meghallott, hogy én pápára járok, szólt nekem, hogy hát én is pápai vagyok, jaj, de jó, majd én beprotezsálok a főhadnagy elvtársnál. Pápai vagy, biztos rendes vagy. Kimegy a főhadnagy, és mondja neki, hogy ott ül bent a maga rendes pápaja, most írja a vallomását, hogy betöréses lopás. És onnan tudta meg, hogy ez betöréses lopás, hogy bejött ordítva a pápai rendőr, hogy az anyád istenít, és elkezdett verni, pofozni, rúgosni, meg minden, azzal, hogy ő itt a hitelrontás volt, ez meg mondta a főhadnagy elvtárs, hogy rendes pápai gyerek vagyok, ne bántson engem, erre kiderül, hogy én betöréses lopás. Miért betörés? És akkor eszembe jutott, hogy a Jocó ütötte a lakatot. Nyilván nyomot hagyott rajta. És arra gondoltam, hogy akkor legjobb lesz nyomoznom nekem is. Tehát, hogy én kinyomozom, hogy ők kik. Mit akarnak és miért? Ki az? Itt valami, van egy főtettes. És aztán valahogy rájöttem közben, hogy ez a Jocó volt. Tehát ez a Jocó egy rendőrségi provokatőr volt, mint jogász. A rendőrség tanítatta, és beugrasztott engem ebbe a dologba, és hogy a strandról vigyük el a nem tudom én mit. És aztán, amikor Veszprémbe ott meg bement a rendőrkapitás, és közölte, hogy az az ezüst karkötős fiú az, akinek mit tudom, mi a beceneve. És az Füredre indult. Akkor telefonáltak szakácsfőnök Füredre, Veszprémből, a kapitányságról, értető vagyok? Hogy én betöréses lopásban voltam, nem mondták, az ő emberükkel, az ő provokatőrükkel, azt hiszem ezt is megmondhatták neki. És az akár főnök csodálkozott az, hogy én hülye, én tagadtam, hogy először azt mondtam, hogy egyedül csináltam, mert fedeztem a Jocót. Akkor ízért utána, jó, mondom, Jocó úgyse ezen a néven úgyse tudják elkapni, mondtam, hogy Jocó, de azt nem írtam, hogy jogász, mert így azonosítam. De aztán rájöttem, ez a Jocó csinálta az egészet. Tehát bement ott a rendőrség embere, ezt csinálta velem, és akkor a szakácsfőnök fölhívta a pápai gimnáziumot reggel. Fölhívta az én igazgatómat, Galántai Istvánt, aki ilyen egy két méter magas, hatalmas termető ember volt, és minden hájjal megkent, úgy értem, hogy ezt mindenhez értett. Mindent értett. Ő államosította a pápai iskolát előtte, Hortista katonatisztul. És mikor mondták, hogy betöréses lopás vágyával ül itt a diákuk, akkor azt mondták, kérem, érthetetlen. Hát ez az iskola legkitűnőbb diákja. Hát ez, szóval itt valami tévedés lesz, kérem. Legyen szíves a rendőrséget, igazítsa el, vagy valamilyen. És akkor, mivel nem tudtak kirugatni a gimnáziumból, mert bármely más igazgató Galántai Istvánon kívül megtette volna ezt, ezért egy horvát százados nevű ember eljött értem autóval Veszprémből, nyilvánvalóan, akinek az embere volt a Jocó, akkor én ezt már kinyomoztam fejbe. És fölvitt oda, és előtte azt mondta neki a szakácsfőhadnagy, hogy ez a Géza, ez egy nagyon rendes, az igazgatója is megmondta, meg hát beugrasztotta ebből az ön embere százados elvtárs ezt a izét. Az ön embere is, akkor keveredjen bele ebbe a balhéba, meg nem tudom én mi. És a horvát százados pedig a megye ura volt. Lehetett rajta látni, hogy ő egy nagyon komoly ember. És nem bírta a kioktatást egyrészt, másrészt nem bírta ezt a pesti nyíkhajt, ezt a szakácsfőhadnagyot nagyot. Szóval tele van egy kis részlettel az egész történet, most nem, csak mondom, hogy ezt sikerült kinyomoznom, hogy a két vasas között ellentét van, ez reformrendőr, ez a szakács, ez a horvát százados, meg a régi rendszernek a megye ura viszont ott a szovjet első lépcsős megye volt, Veszprém megye, és ott a megyének, a rendőr urának lenni egy hatalmas felelősség, de lehetett látni is. És jött a horvát százados, és így rám nézett, és azt mondta, hogy
Géza, tudom, hogy miről van szó, hogy maga egy szegény, megtévesztett fiú, és így ránézett a szakácsfőnök, hogy jól mondom, de öcsi, te taknyosnyik vagy. Maga egy szegény, megtévesztett fiú vagy, és annyira undorodott tőlem is, meg a szakácsfőnöktől is, hogy kifutott a kocsihoz, és a szakácsfőnök azt mondta, hogy mire vár Géza, menjen utána. Hogy miért? Elviszi magát a Veszprémbe. Ez az ügymenet. És ott tudtam, hogy előről kezdődik, és a megyeurának kerültem a kezébe. Beültünk a kocsiba, egy sofőr, megyeura, én ülök hátul, megállunk bizonyos helyeken, ahol bemegy, és különböző dobozokkal és ajándékokkal jön meg. Néha egy síró idős asszony vigasztalva jön ki, nyilván között, hogy a fia börtönben van, vagy valami. És fölmegyünk Veszprémbe, ahol a Jocót látom fagylatot nyalva, két hivatalnok, mivel mennek a veszprémi rendőr kapitánsághoz, ott a színház melletti Meredek utcán. És kiérkezünk, kiszállunk a kocsiból a horvát századossal, a képernyőn csak arcon veregeti a Jocót, és rohan beintézkedni a kapitánságra, és szól az egyik nőnek, hogy kísérjen engem az irodára. És akkor mondom a Jocónak, hogy szervusz. Rám össze a szervusz. Mondom, hogy kerülsz te ide? Azt mondja, én itt dolgozom. Ja? Azt mondja, na jó, szervusz. És ott hagyja. Most mit mondja? Bevisz a nő egy irodába, leülök, ültetnek egy órát. És a horvát százados még azt mondta nekem a kocsiban, hogy bármi problémája van Géza, csak mondja azt, hogy horvát százados hozta ide, és horvát századosnak a védelme alatt, tehát vagy olyan ilyesmi. És ülök az irodában, várok, bejön egy gépírónő, leül és némán nézi a falat. Egy újabb óra múlva bejön egy fiatal tiszt, rámordít, civil az is, egyébként egy fiatal rendőrtiszt, rámordít, hogy mi van te szemét, mit akar, és érzem, hogy itt semmit nem mondtak rólam, vagy valami, csak annyit tudnak, hogy betöréses lopásban vagyok. És akkor horvát százados elvtársára fogok beszélni. Hogy mered a szádra venni a nevét, te büzé, mit tudom én? És mondom, horvát százados, addig nem mondok semmit, hogy horvát százados elvtársára nevet. Nekem esik, még jobban megver, mint a pápai rendőr. Azt mondja, hogy így az anyád, úgy az anyád, meg mit tudom én mi. És meg csak ordítok egyfélt, a horvát százados elvtársára akarok beszélni. Éreztem, hogy akkor most eltűntem a sülyeztőbe, hogyha itt ezt nem intézem, mert ez nem ragaszkodom. És erre iszonyatos dühös lesz, és mert azt akarta, hogy a vallomásról, kezdjem előről a vallomásról, ott mondjam el, hogy történt a betöréses lopás. És nyilván a Jocót nem írták volna vele. Ezzel bízta meg a horvát százados szerintem. Menj be ez a izét, és ha a bűntársát akarja mondani, akkor nem mondja. Egyedül csinálta. És én ordítottam, a horvát százados mit tanulni, mi? És egyszerűen csak tényleg visszahozza nekem a horvát százados. Én a horvát százados esküszöm, két órával azelőtt vártam el tőle, nem ismer meg. Mi van? A százados elvtárs. A kocsiban mondta, hogy szóljak, hogy a izét, hogy mi. Mi? Én? Igen, százados elvtárs, maga mondta. Meg a Jocó, itt elkezdtem morítani a Jocó nevét, sejtve, hogy ez itt számít. Nagyon ragaszkodtam. És akkor ja. Engedjék el, és kiment. Visszakaptam a személyimet, két percen belül ott voltam a kapitányság előtt, szabadon az utcán. Visszamentem Zsuzsához. Már ez egy nyári kormány. Akkor most kérlek szépen, mivel elment az idő, egy rövid kerészletet olvas fel. Addig is kérem, hogy Tamás, P. Horváth Tamás majd, amikor Géza befejezi, addigra érjen ide, és majd mondja el, hogy mi lesz a kaja. Üvegek visszaváltás után. Kigyalogoltam Veszprémről a füledi mellékútra. 1963 nyarán annyi autó járt az utakon, mint először soha a magyar történelemben. Néhány év óta magánszemély is vásárolhatott gépkocsit magának és használhatta is. Ez egyike volt a korabeli lakosságot békítő könnyítéseknek.
és az emberek is megváltoztak, anélkül, hogy észrevették volna. Lazábbak lettek, színesebben öltözködtek, kezdték észrevenni egymást. Fesztelenebb nyarakig érkeztek, alig maradt már megtorolni való, csak bizonyos beszédtémákat kellett megkerülni, már is megjelentek az újabb árucikkek. Én bennem is percről percre erősödött az érzés, hogy szerelmes vagyok Zsuzsába, míg stoppoltam Füredre visszafelé. Már nem golyóztam. Azt kérdeztem, Zsuzsának is jót tett az egynapos rám gondolás, mostantól számára is tiszta az ügy, hogy hozzám tartozik. Azt csinálunk, amit akarunk. Miért ne kurhatnám meg még ma este? Elvégre, ha más nem létezik, léteznek Füreden éjszakai pokrok. És ezt a néma újjongást csak fokozta az a két középkorú pasas, akik egy nagy volgával lefékeztek nekem a kettős fasorban, a Veszprémből kivezető úton. Futottam, nehogy meggondolják magukat, mondtam, Füredre megyek, erre ők űbe hátra, öcsi. Bevágottam a sportszratyomra, mögéjük elindultunk, és rögtön érdeklődni kezdtek. Kérdezték, minek viselek karkötőt, ez most a Jampi divat. Állami alkok lehettek, legalábbis az egyik, a másik meg a sofőrje, aki többnyire hallgatott, csak néha röhögt el magát. Méghozzá izgalmában, amit a néhány közbevetett megjegyzése is elárult, ugyanis a főnök arról faggatott engem, hogy állok a lányokkal. Csak nem vár engem egy kislányot Füreden. És Veszprémben mi volt? Ott is akadt horogra valaki? Akadt, szerénykedtem neki. És sok nőgyem van nekem, tartózkodó voltam. Nem számolom, ami akad, az leakad. De ugye nem kell nagyon erőködni, mert a mai lányok nem fogják vissza magukat. Többségükben van. Többségükben, az mit jelent? Hogy szevasz, gyere egy körre, aztán jöhet az abortusz, mi? Létezik még olyan, hogy szűzlány. Erre én végképp titokzatos lettem. Hát az biztos, hogy mindegyik úgy születik. És ebben végre meg tudunk állapodni, együtt rögtünk a nőkön. Azon a nyáron, abban az állami volgában, a felnőtt hímek irigységében én nem akartam, de már megint golyózni kezdtem. Feltételeztem, az úti társaimnak hajdani életben van fontos, hogy szűzlányt vegyenek feleségül, mert önérzetileg az volt a divat. Zsuzsa talán nem is szűz. Kérte, hogy vigyázzak rá. Miért, ha nem szűz? Lehet, hogy van neki egy krapekja. Akkor nem lett volna első